Az elmúlt időszakban csökkent az óvodába beiratott gyerekek száma, a képviselő testület a legutóbbi ülésen ezért úgy döntött, megszüntetnek egy csoportot. Az eddigi 17 óvodai csoportból 11-et megszüntetünk, és a következő tanévtől, tehát szeptember 1-től 16 óvodai csoport fog indulni. Ez az óvodák telephelyeit nem változtatja, tehát ugyanúgy óvodai, 5 óvodai telephelyen folyik majd a nevelés. A selyemgyári óvoda lesz az, ahol a 3 csoportból 2 fog indulni, és az egyik jelenlegi csoportszobából pedig egy torna szobát hoznak létre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nyilván az óvodai nevelés a továbbiakban is zavartalan lesz, és arra számítunk, hogy a tolnai gyerekeket valóban tolnára iratják be, és aztán, hogyha később esetleg nő a gyerekszám, akkor nyilván újra bővíteni fogjuk ezt a létszámot. A napi rendek között szerepelt a Tolnai Kulturális Központ vezetőjének kérése is. A város vezetés elfogadta, hogy eltolják a Bárka Fesztivál időpontját. Az augusztus 20-ai hétvégére már nem találtak olyan fellépőt, akit szívesen láttunk volna a Dunapartján, vagy a Dunaparton, a Bárka Fesztiválon, és itt szeptember első hétvégéjére, 8-9-ére tettük át a Bárka Fesztivál időpontját. Én azt gondolom, hogy még jó idő lesz, és talán többen is kilátogatnak, mint egy augusztusi hétvégén, hiszen akkor még előfordulhat, hogy nyaralnak az emberek. Tehát nyilván a képviselőtestület elfogadta az intézményvezető kérését, és akkor így szeptember 8-a körüli hétvégén lesz a Bárka Fesztivál új időpontja ebben az évben. A város jövőbeni fejlesztését illetően a képviselők arról határoztak, hogy elkezdődhet az Alkotmány utcai gyalogátkelő helyépítése. A vállalkozó kérésére, és ő a költségviselője is egyébként ennek a zebrának a kialakításához. Nagyon régóta vártunk rá, de az engedélyeztetés elég jól elhúzódott, de úgy tűnik, hogy most már tényleg a kivitelezés rajtvonalához érkeztünk, és hamarosan, tehát kiválasztottuk a kivitelezőt, és hamarosan el fog kezdődni a zebra megépítése, ami hozzáteszem, hogy nem csak a fehér vonalak felfestéséből áll, hanem nyilván a zebrára vezető és onnan levezető járdát is kell építeni, és közvilágítást is kell, hogy magát a gyalogátkelőt szabályosan meg tudja az világítani. Úgyhogy azért húzódott ez ilyen sokáig, nem a fehér vonalak felfestése, csak egy zebrával kapcsolatos feladat. És a többi jövőbeni terveinkkel kapcsolatban ugye többször beszéltünk arról, hogy mi egy kicsit később szállunk be az új uniós fejlesztési ciklusba. Ugye korábban úgy volt, hogy fenntartható város leszünk. Abból a körből kikerültünk, de azt a célzott összeget, amit korábban a megyei önkormányzat nekünk címkézett, azt várhatóan meg is fogjuk kapni. Ez egy közel 4,5 milliárd forintnyi összeg, és ezeknek a pályázatoknak az előkészítése már javában folyik. Az önkormányzat első körben energetikai pályázatot szeretne benyújtani a sportlétesítmények korszerűsítéséhez. Aztán az úgynevezett élhető város vagy élhető településben több pályázatot is fogunk benyújtani. Az elsők között a szintén sportlétesítmények felújítása. Gyakorlatilag ebben a két pályázatban, az energetikában és a sportlétesítmények rehabilitációjában minden olyan sportlétesítményt szeretnénk korszerűsíteni, ami a város területén van. Értem ez alatt a lovardát, a városi csarnokot, a Lehel csarnokot és a sportszékházat is. És egy nagyon nagy probléma, nem csak Tolnán, hanem az egész országban, azt gondolom a csapadékvíz elvezetés. Tehát igaz, hogy összességében kevesebb csapadék esik, de egy-egy alkalommal annál több, úgyhogy elég sok problémát okoz itt a városban is a települési csapadékvíz elvezetése. Erre két ütemben fogunk pályázatot benyújtani, gyakorlatilag itt az előkészítő tervek elkezdésére
kerestünk vállalkozót, és azt döntött el a képviselő testület, hogy kivel fogja ezt a szerződést megkötni. Nyilván ez a része ez nem annyira érdekes, viszont az, hogy egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy a csapadékvíz problémát megoldjuk a városba, ez egy mindenki számára nagyon-nagyon fontos kérdés. A tervek szerint több út is megújulhat a városban. Igaz, hogy itt is csak tervező kiválasztásáról volt szó, de nyilván a szándék, hogy a képviselőtestület további fejlesztéseket szeretne, az ebben már benne van. Jelen testületülésen arról döntöttünk, hogy a Kápolna lakótelep egy fenti szakaszán, ez a Víztorony utca és a Bartók Béla utca összekötése gyakorlatilag, ott a lakosok kérték, hogy szeretnének utat. Korábban terveztünk oda utat, de ezek a tervek ezek már elavultak, és ezeket fel kell frissíteni. Gyakorlatilag erre választottunk ki egy tervezőt, illetve a sportpályára levezető vásártéri útnak a megépítésére ide is tervezőt választottunk ki. Nyilván, ha a tervek elkészülnek, akkor utána pedig a kivitelezésről fogunk dönteni, úgyhogy remélem, hogy szépen lassan, de minden a helyére kerül majd. És még egy célt tűztünk ki, korábban még a forgalomszabályozási munkacsoport tett javaslatot arra, hogy Mözsön a Kölcsei téren, ami gyakorlatilag a volt cigánytelep, most egy nagy zöld terület, de mégiscsak van ott egy földút, ami jelen pillanatban nem útként van nyilvántartva, csak úgy az emberek átmennek, vagy keresztül mennek ezen a téren. A munkacsoportnak az volt a javaslata, hogy oda építsünk utat, mert az az életszerű, hogy ez egész nagy terület, hogy oda lehetőség szerint biztosítsuk az útépítést, tehát a szilárd burkolaton való áthaladást. Ez nyilván egy hosszú folyamat lesz, mert hogy itt rendezési tervet kell módosítani, de az első lépéseket itt is megtettük, úgyhogy előbb-utóbb én azt gondolom, hogy ott is lesz út. A képviselőtestület várhatóan legközelebb június végén ül össze.